Sziasztok, bemutatnám a Vidra kazánomat. Ez egy 4 tagos kazán, szénnel 30 kW-os fával 23, 4 bar üzemi nyomás bír el 30 és 95 fok közötti üzemi hőmérsékleten szabad működtetni. 47 literes víz, térfogata van 310 kg, ez orosz gyártmány. Én teljesen meg vagyok vele elégedve. Elég kicsinek tűnik a belseje, a térfogata, de elég jó teljesítménye van, becsapós az egész, mert viszonylag kevés fával elég hamar nagy hőmérsékletet lehet vele elérni. Van hátra beépítve egy húzatszabályzó, ez külön lett megvásárolva, de mivel nekem puffer tartályom van, ezért erre nincs szükség, így nincs lefolytva a kazán, állandóan nyitott állásban van ez a szabályzó. Szintén előre van egy húzatszabályzó beépítve. Ez nekem 80 fokra van állítva, 80 foknál zárja le a kazánt. Azt tudni kell erről a kazánról, hogy ez nem zár le teljesen. Nem úgy zárnak az ajtók végül is, hogyha ha ez le is van zárva, akkor is kap némi húzatot, úgyhogy óvatosan kell vele bánni, mert hamar megfűzi a vizet. Akinek lapradiátora van, viszonylag kevés víz mennyisége van, annak nem ajánlatos, mert elég nagy kazán. Nekem van hozzá egy puffer tartályom, így viszonylag jó. Három rakat fából egy 800 literes puffer tartály, az színig van belőle. Ez a tartály 12 órát biztosítja a lakásba a meleget. A lakás 75 négyzetméteres. Három lapradiátorom van és egy törölköző szárító. Jelenleg 1,2 báron van a nyomás. Ez amikor a tartály tele van, akkor az 1,5-öt is el szokta érni. Most 70 fokos a teteje. 80-85-ig szoktam felengedni, attól magasabbra nem ajánlatos. Hiába bírja a tartály, de onnantól kezdve hamar melegszik a víz, hamarabb fel lehet fűzni, és erre vigyázni kell, mert még veszélyes. Egy 80 literes tágulási tartály van. Beépítve 800 literhez általában ezt javasolják, de ezen felül még a gáz kazánnak a tágulási tartálya is van egy 20 literes, plusz még van egy 80 literes sima légtartály, ami nem gyári tágulási tartály. Az alja jelenleg 65 fokos, úgyhogy még bőven mehet. Arra vigyázni kell, hogyha megáll a keringető szivattyú, akkor egyből felfő a kazánba a víz. Áramszünet esetén, vagy egyéb okok miatt, hogyha megáll a szivattyú, arra nagyon vigyázni kell. Én tettem be a szivattyú elé egy szennyfogót is, hát ha amiatt állna meg a szivattyú. Úgyhogy óvatosan kell vele bánni. Remélem segítettem a választásba. Sziasztok!